A Gasper Café szimpla vendége Szabó Feri. Szervusz Feri, üdvözöllek! Sziasztok! És örülök, hogy itt vagy a Balaton neten. Mit fogtok itt csinálni? Mi történik a Jákimmal? Éppen egy beszélgetésen vagyunk túl, este pedig egy előadás részletet fogunk előadni, kb. 40 percet az új darabból. És meghívást kaptunk egy nagyon kedves testvértől, Nagy Gábortól, rajta keresztül pontosabban, aki látta az egyik előadásunkat, és imádkoztunk, és úgy gondoltuk, hogy itt van a helyünk, tehát el kell jönnünk. Miről szólt ez a beszélgetés, ha nem vagyok indiszkrét? A színház művészet bibliai alapjairól, hogy lehet-e, hogy Istennek erről mi a véleménye? Miért foglalkoztat téged ez a kérdés? Támadják a keresztény színházat egyesek? Vagy? Igen, támadják, sajnos igen. Tehát vannak olyanok, akik föl is emelik a szavukat az egész színház úgy, ahogy van. Nem lehetséges keresztényként. De mondjuk nem ezt hangsúlyoztam én tanításban. Csak úgy gondolom, hogy néha ahhoz, hogy valaki belekezdjen valamibe, és tényleg, ha hívő, akkor jó, ha azért azt tisztázza, hogy Isten ezzel most egyetért, vagy nem ért egyet, hogy Istennél az rendben van, vagy nincs rendben, hogy gondolkodik róla. Tehát akkor a bibliai alapokat keresed. Igen. Jó. Azt tudom rólad, hogy te felnőtt fejjel tértél meg, és a színház életből tértél meg. Hogyan történt ez? Ez nagyon hosszú lenne, úgyhogy röviden. Már körülbelül 5-ször vagy 6-szor megközelített engem életem során az Úr, olyan 18 éves koromtól voltak emberek, akiket hozzám küldött, de általában sem én akkor elutasítottam, de utólag tudom, hogy ezek számítottak. Csak nem dőlt ki a fa még. Aztán egyszer a szobámban eljutottam arra a kérdésre, hogy én bennem nincsen önzetlen szeretet, hanem csak önzésből tudok szeretni, csak érdekből. És akkor rájöttem, hogy nekem szükségem van szeretet, és ezen a ponton valószínűleg az Úr úgy látta jónak, hogy találkozzon velem, és én a szobámban volt egy érintésem Istentől, ami miatt elindultam, és aztán szép lassan egyre közelebb és közelebb. És a gyülekezetbe is bekapcsoltam egy idő után, és ilyesmi. A színházzal mi történt? Eldobtad ezt, folytattad, úgy gondoltad, hogy jó, rossz, hogy mi volt ekkor? Én eléggé vívottam, nagyon hiányzott nekem Isten, és amikor vele találkoztam, akkor hirtelen annyira felbuzdult a szívem, hogy mindent eldobtam, vagy elhagytam. Akkor még nem volt családom, őket nem hagytam el. És aztán körülbelül két év múlva Isten megszólított engem, hogy látja, hogy én buzgok, és szeretném őt szolgálni, és hogy dicsőítés vezetésbe, meg prédikálni szeretnék, meg mindent szeretnék csinálni, de ő azt szeretné a színházat, színházzal foglalkoznék, ha ezzel szolgálnám őt. Hát így alakult meg akkor a Jákim Stúdió? Kiket? Nem, ezután én még egy évig még ellenálltam Istennek ebbe a hívásában, és ezért is hálás vagyok ezért az egy évén, mert akkor is megtudtam, hogy ő nem erőszakol ránk semmit. De aztán egyik reggel úgy ébredtem föl, éppen Isztambulba voltunk, földrengés, akkor történt pont, és én egy ilyen segítő csoportban voltam, de hát csak WC-t pucoltam, tehát nem voltam a hősök között, akik mentik a romok alól az embereket. De valamit álmodhattam, vagy én nem tudom, de azt tudom, hogy egyik reggel úgy ébredtem föl, hogy már nincs ellenállás a szívemben, sőt, örömmel foglalkoznék azzal, amiben az Úr egy évvel ezelőtt megszólított. Valami történt velem, nem tudom. És ezután jött akkor a Jákim? Utána nem sokkal belekezdtünk, igen. Hogyan állt össze a stábod, a Jákim csapata, hát illetve miért lassan. Pont Jákim lett a neve? A Jákim már 3 éve valamilyen formában már működtünk, amikor egyszer úgy éreztem, hogy az Úr erre visz imában, hogy akar egy nevet adni. És a Jákim szót találtam meg. Egyszer egy tanítást hallgattam, ahol a hölgy, aki tanított, jó, hát úgy értem, hogy ő volt a Menóra gyülekezet vezetője akkor, a Tarkata, és a tanítás annyiból állt, hogy
200 nevet vagy jelzőt csak simán felolvasott, ami Jézusra vonatkozik, és azok között megütötte, ahogy figyeltem a Jákim szól fülemet, és utána hazamentem, imádkoztam, és az Úr azt mutatta, hogy ez nektek szántam ezt a nevet. És először én úgy értelmeztem, hogy rövidítés annak, hogy játszótér kicsi embereknek, de a héber jelentése is nagyon megtetszett, úgyhogy így. Nagyon jól hangzik. Az a dolog érdekel engem még, hogy mi van a te szívedben, mi az, ami mozgat téged most ezekben a napokban, ezekben az években? Szeretnék, ha az Úr megengedi, szeretném szolgálni őt még, amíg élek. Színházban? Így, most már ezzel, mert úgy érzem, hogy ezt kaptam, ezt kéne folytatni. Csak nem tudom, hogy megengedi-e, hát remélem. Milyen eszközöket szeretnél használni még? Mi a te álmod? Hova fog ez kifejlődni? Hova fejlődhet ki? Van már tervbe 2-3-4 további színdarab. A Van Goghról is, akkor a Hegedűs a háztetőmből csinálni valamit. Akkor van egy saját, mi általunk megírt, minden jobb, ha a vége jó című színdarab felújítása. Akkor most készülünk egy új bemutatóra, ezt nem mondom el a címét, mert nagyon hosszú. És hát ennyi egyenlőre, amit úgy érzem, hogy... És hogyha valami más jön be, azt is lehet. Ezek ilyen kis, nagyon elérhető célok. Igen. Nagyobb álmod nincs valami? Hát... Olyan, ami tényleg álom. Van, csak akkor ne akadjon ki senki, aki hallgatja. Én azt remélem, hogy mivel hiszem, hogy a dicsőítésnek valamilyen formája ez. Mi most elsősorban arra használjuk, hogy embereket elérni az igazsággal, de közben szinte minden darabunkban van egy olyan rész, ami egyértelműen valami fajta dicsőítés jön ki, csak szöveggel, nem énekkel feltétlenül. Én azt remélem, hogy az Úr, talán az Úrtól lehet ez a vágy, hogy a mennyben a dicsőítésnek egyik formája lesz. Tehát, hogy én folytathatom ott is valamilyen formában ezt. Hát, ha ez... És másik az, hogy... Hát ez, nem tudok más mondani. Ha ez olyan cél, ami elfogadható, bár ez azért eléggé nehéz ezt kimondani, mert volt olyan, amikor én ezt kimondtam, és egy nálam sokkal komolyabb tekintély azt mondta, hogy jó, lehet, de nem lehet biztos benne, és tényleg nem vagyok biztos benne. Azóta végképp nem, de úgy érzem, hogy az Úr bátorítgat, hogy ő eléggé nagy ahhoz, hogy ez is beleférjen. Mit üzensz azoknak, akik abban a kérdésben van, abban a dilemmában vannak, hogy foglalkozzanak-e a művészettel keresztényként, vagy nem? Hát mindenképpen azt mondom, hogy veszélyes terület. Tehát ha valakinek nincsen egy védelem az életén ezzel kapcsolatosan, akkor azért nem veszélytelen. Én azt nem mondom, hogy csak mindenki menjen és csinálja. De valójában legszívesebben ezt mondanám. Hogy de kinek, ahogy az Úr ajándékot ad, szerintem ezt meg kell tudni, hogy Uram, te akarod? És ha ő akarja, akkor hajrá, akkor gyerünk. Ez nagyon jó dolog, jó eszköznek tartom. Köszönöm, hogy megosztottad a szívedet velünk. És köszönöm.